A stokoi városnak eleidől fogva való törvényeinek és rendtartásainak könyve. Az 1610-es könyvborító mellett az épületek is tanúskodnak a város nevezetes történelméről. Tokai hírnevét a bor hozta meg, de ma már fontos az is, hogy megfelelő vendéglátóhelyek és programok várják a látogatókat, mondta a 35 percimi műsorunkban Posta György polgármester. És nagyon fontos eleme a, a Tokajba érkezőknek a Tokai asszú vagy a Tokai bornak a hívó szava, de azt gondolom, hogy mindenképpen fontos, hogy milyen minőségű szálláshelyek vannak, illetve, hogy milyen programok is vannak, és azt gondolom, hogy a fesztiválkatlan megindulása után egyre több olyan minőségi programkínálat is volt, ami pont visszaköszönt, hogy kevesen tudtak szállást foglalni, és be kellett vállalniuk azt, hogy éjszaka 11 akkor, amikor vége volt az előadásnak, akkor vissza kellett utazniuk onnan, ahonnan jöttek, vagy oda, hova jöttek. Ezt már reményeink szerint nem kell megtenni mert ezek a minőségi szálláshelyek a program után a kellő pihenés is fogják szolgálni, tehát úgy gondolom, hogy minden, és együtt kell kezelni a dolgokat, megfelelő programok, illetve szálláshelyek mindenképpen szükséges ahhoz, hogy a vendégészakák száma ilyen nagyban nőjön, mint ahogy nőtt 2022-ben. A Magyar Turisztikai Ügynökség adatai szerint 2022-ben országosan a legnagyobb növekedést a Tokaj Nyíregyháza turisztikai régió érte el. 30%-kal növekedett a éjszakák száma a térségben. A dokai polgármester abban bízik, hogy a 2023-as nevezetes évben tovább tudják növelni látogatottságukat. Egy régi vágy fog teljesülni azzal, hogy a fesztivál a mamma Mia el fog jönni. Ezt azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos dolog lesz a Noxis újra, vagyis hát még nem volt Tokajban, de ugye a Pesti bemutató után a Fesztivál is fel fog lépni, és ugye lesz egy jubilomi 40 éves István a király, ami azt hiszem, hogy megint csak nagyon sok embert fog a Fesztivál hozni. Ezek a programok is azt a célt szolgálják, hogy ez évben lesz Tokaj 950 éves, hogy méltóan ünnepeljük meg ezt a, ezt a fantasztikus évfordulót. Azt gondolom, hogy nagyon kevés olyan 4000 fős település van, aki ilyen csodálatos büszke címmel rendelkezik, hogy megéri a 950. születésnapját. Tokaj ebben az évben erre készül, és remélem, hogy ez is majd oda fogja csalni az embereket, hogy kíváncsiak, hogy milyen 950 évesen a Tokaj. Ugyan a háború miatt az orosz és az ukrán turisták elmaradnak a városból, egyre több a romániai vendégtokajban. Ezen túl számítanak a belföldi turisták látogatására is 2023-ban.